Sziasztok, ez a Mesekuckó. Ma Lázár Ervin a Kék meg a Sárga című meséjét fogom elmondani. Egyszer két festék pötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel. A szélük összeért. Nem menne távolabb egy kicsit, mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is. Talán köszönne! Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festék pöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem pedig hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának! Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak. Ha, 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 mondta gúnyosan a sárga. Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán, hogy mer megszólalni mellettem? Mindig is tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire. Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Látott már maga Kankali, meg őszi erdőt, maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tengert, csupa kék mindenütt. Unalmas. Én mértéktartó vagyok. Soha sem válok unalmassá. Kérem. Kérem! Ez mégiscsak disztúság, most már egészen belém mászik. Én árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, s egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker! Okker! Erre vág fel! Az is egy család! Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha! Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festék pötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty.